Nincs a napám, se anyám, se Istenem, se hazám. A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium tanulói József Attila életének a sorsfordító verseit feldolgozó táncszínházi előadását mutatták be Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A tánc és költészet ötvözetében József Attila életének meghatározó költeményei kerültek bemutatásra. Nagyjából végigmegyünk kronológiailag József Attila élet útján, és a legfontosabb olyan momentumokat megkerestem az ő életében, amelyek sorsfordítóak voltak, amely elvezette őt a végzete felé, én úgy gondolom. Úgyhogy talán megtaláltam azokat a pontokat, azokat a személyeket, azokat a múzsákat, azokat a verseket, amelyek gördítik a cselekményt és a dramaturgiáját a darabnak. A Bonyhádi és a Pécsi Művészeti Tanintézmények jó kapcsolatának volt köszönhető, hogy a darabot a bonyhádi közönség is megtekinthette, mondta Szarvas Szilvia táncpedagógus. A Tiszta Szívvel című táncszínházi darab 2 évvel ezelőtt bemutatott előadásában pedig 3 olyan diák is volt, akik Bonyhádon végezték el a művészeti alapképzést, majd tanulmányaikat Pécset folytatták. Hát nagyon-nagyon örültünk neki, hiszen a társas és modern tánc tanszakon 150 körüli a tanuló létszámunk, 150 gyermekkel akár Pécsre, akár Budapestre utazni, hát nem csak a színházi jegyárak, de az úti költségek is megnehezítik ezt a dolgot, úgyhogy ez egy nagyon nagy lehetőség volt, hogy itt a bonyhádi gyerekekkel egy professzionális előadást nézhetünk meg. Következő alkalommal február 21-én Komlón kerül bemutatásra a táncszínházi előadás, amelyben a Pécsi Művészeti Gimnázium 21 növendéke szerepel.